Sziasztok! My name is Gerhard Feldner, hoja Fradi. Jól hallották, vezetőedzőnk Péter Stöger új segítője, Gerhard Feldner, már nem csak klubunkkal, hanem a magyar nyelvvel is ismerkedik. Very happy and proud to be part of this club, of this massive club. Nagyon boldog és egyben büszke vagyok, hogy ennek a nagy klubnak a részese lehetek. Amikor ide jöttem, már tudtam, hogy milyen nagy klub is a Ferencváros. De amikor megérkezel a városba és meglátod a szurkolókat, a stadiont, az edzőközpontot, akkor látod és érzed igazán át ennek a csapatnak a nagyságát. Yes, you see it, you feel it, how big this club is. Gerhard hazájában, Ausztriában lett profi labdarúgó, és elmondása szerint hosszú karrierje során a kapusposzton kívül mindenhol megfordult, ami később nagy előnyévé vált. My career started as a center forward. So középcsatárként kezdtem el a karrierem, majd a második és a harmadik évben egyre hátrébb kerültem a pályán, és végül középhátvédként fejeztem be a pályafutásomat. Mivel sok poszton megfordultam, sok tapasztalatra tettem szert a támadásban és a védekezésben egyaránt, ami nagy előnyömre vált. So for me is a good advantage. Frissen érkezett másodedzőnk a Casino Salzburgban, mai nevén a Red Bull Salzburgban kezdte meg pályafutását, majd több osztrák csapatot megjárva 1997-ben légiósnak állt, és Skóciába szerződött 2010-ben is. Először a Falkirk, majd 3 évvel később a Szent Mirren játékosa volt. It was much faster. Skóciában sokkal gyorsabb és fizikálisabb volt a labdarúgás sok keresztezéssel, hosszú átíveléssel, illetve a fejjáték és a testeste elleni párharcok is nagyobb hangsúlyt kaptak. Ezek mind olyan dolgok voltak, amikben jó voltam, úgyhogy ez egy szép szakasz volt a pályafutásomnak. Szerettem Skóciában játszani. Gerhard szerint a külföldi szereplés olyan tapasztalatot adott neki, amit edzőként is jól tudott hasznosítani. Every experience you make in a foreign country is. Személy szerint úgy gondolom, hogy minden külföldön szerzett tapasztalat hasznos. Amikor te játszol más ország csapatában, majd visszatérve a saját hazádban kezdesz dolgozni, akkor sokkal jobban megérted a külföldről érkező játékosok helyzetét, tudod, hogy mit érezhetnek, hogyan kell hozzájuk közeledni, és ez nagyon fontos. Ezeket mind megtanulhattam Skóciában. Miután visszatértem Skóciából a hazámba dolgozni, már tudtam, hogy nagyjából milyen gondolatok járnak egy-egy új külföldi játékos fejében. Tudom például, milyen fontos, hogy megfelelő lakásuk legyen, hogy otthon érezhessék magukat. Ezek a tapasztalatok edzőként sokat segítenek nekem. Gerhard már profi játékosként elkezdte megalapozni későbbi edzői karrierjét. 40 éves koromig játszottam még az osztrák másodosztályban, ami évek óta a leghosszabb profi karriernek számított Ausztriában. Az utolsó éveimben már minden képzésemen túl voltam, ami az edzősködéshez szükséges. Már a játékos pályafutásom vége felé elkezdtem edzőként is figyelni az eseményeket. Többször oda mentem az edzőmhöz, hogy megkérdezzem, hogy mit, miért és mikor kell csinálni. Szóval az utolsó aktív éveimben már valóban edzőként is gondolkodtam, nem csak játékosként. Gerhard Feldner jól ismeri Péter Stögert, hiszen a pályafutásuk sok alkalommal keresztezte egymást. Jól emlékszem az első találkozásomra Péterrel. Szerintem én vagyok a világon az egyetlen ember, akinek Péter a játékos társa és az edzője is volt, ráadásul még együtt is dolgozhattunk az elmúlt években. Korábban még az osztrák Bundesligában az Admira Wackerben voltunk csapattársak, majd később 2007-ben ő lett az edzőm a Viennánál, míg az Ausztria Wiennél mint edző kollégák dolgozhattunk együtt. In the Bundesliga, and now we work together since 2 years, yeah. Másodedzőnk szerint Péter Stöger legfőbb erőssége, hogy mindig csapatban gondolkodik, ilyen volt játékosnak és edzőnek is. Even when he was a player, he was aktív labdarúgóként igazi csapatjátékos volt, ami szerintem a legerősebb pontja, és ez végig kísérte az egész karrierjét. Sokszoros osztrák válogatott játékos volt, emellett klubszinten sok kupát nyert pályafutása során, valóban egy nagyon tapasztalt szakember, aki a Borussia Dortmund edzőjeként eljutott a labdarúgás legmagasabb szintjéig. Minden szempontból elképesztő tapasztalattal rendelkezik, emellett pontosan tudja, hogyan kell kommunikálnia az emberekkel. Gerhard Feldner igazi osztrákként a hegyek, a lankák és a hó szerelmese, de emellett a családjával és imádott kutyájával is szereti eltölteni szabad idejét. Ahogy a legtöbb osztrák ember, úgy én is szeretek télen síelni, de úszni is rendszeresen szoktam, valamint szeretek a családommal pihenni. Nemrég lett egy kutyánk, amellyel rendszeresen teszek nagy sétákat az erdőben. A fajtáját tekintve ő egy agár, vagyis egy eléggé gyors kutya, amely akár 60-70 km/órás sebességgel is tud futni, és elég nagy a mozgás igénye. Szívesen megyek vele sétálni, mert szeretem csak úgy figyelni a mozgását. Emellett sokszor megnézem a fiam mérkőzéseit, ugyanis kapusként játszik az osztrák harmadosztályban. Engem ezek a dolgok tudnak kikapcsolni a szabadidőmben. Gerhard elmondása szerint a magyar főváros, Budapest közel sem volt ismeretlen neki, amikor hozzánk szerződött. Amióta ide érkeztem dolgozni, nem igazán volt még időm bejárni a várost, kivéve egyszer, amikor egy EB meccset néztünk meg. Ettől függetlenül ismerem Budapestet, hiszen a lakóhelyem Bécs nincs innen messze.
Korábban is gyakran megfordultam a magyar fővárosban 2-3 napokra. Szeretem ezt a várost, mert nagyon hasonlít Bécshez. Az épületek, a belváros egyszerűen gyönyörű, szeretem Budapestet. The downtown is really beautiful and yes, I like Budapest.